Nagyon nehéz ez az időszak, amin keresztül megyünk. Tény és való, nagyon-nagyon rosszul jött ki az, hogy egy pénteki napon lekommunikáltuk ugye a még jelenlegi férjemmel, hogy válunk, majd ezt követően 3 nap múlva ugye bejelentettem, hogy van valakim, vagy hogy rám talált a szerelem. Empatikus embernek tartom magam, és tudom, hogy katasztrofálisan rosszul jött ez ki. Nyilván tökre szégyellem magam, de egyébként meg bocsánat, de hogy hadd ne érezzem már szarul magamat azért, mert szerelmes vagyok. Azért, mert bennem már rég megtörtént a gyász időszaka az előző kapcsolatomból, és valószínűleg pont ezért tudtam tovább lépni, és ezért állt készen a szívem, hogy én tényleg ilyen szintű szerelmet érezhessek valaki iránt. Ezerszer és milliószor elnézést is kértem már a Csutitól, habár nem állok vele kapcsolatban, ugye a Mártnak a volt barátnőjétől is. Ők azért sértettek és csalódottak, mert ugye ilyenkor, amikor az ember kilép valamiből, akkor még mindig ott van az a halvány remény, hogy de ha egy kis idő elteltével, hát ha a gyerekek miatt. És szerintem ők próbálnak abba kapaszkodni, hogy de biztos azelőtt az időszakon előtt is ott voltak egymásnak, és ebbe kapaszkodtak, és emiatt tudták meglépni azt, hogy kilépnek a kapcsolatból, de ez nem így van. Egy egészséges és jó házasságból egy harmadik fél senkit nem tud kihúzni. Nem mi vagyunk a világtörténetben az első ilyen pár, de konkrétan úgy viselkednek velünk, mintha embert öltünk volna. Ne is minket nézzenek, nézzék a gyerekeinket, mert nem csak mi ketten vagyunk ebben a Márkkal, hanem a Csutiba ugyanúgy beleállnak, a Márknak a volt párjába ugyanúgy beleállnak, és ezek mind-mind hatással vannak erre a két-két gyermekre. Azon túl, hogy a médiában szerepelünk, ettől függetlenül érző emberek vagyunk, minden esetben azt szoktam mondani, hogy képzelje az ember magát a másik helyébe, és gondolja át, hogy ő mit érezne, és hogyan élné ezt túl.